mit szól hozzá, hogy az ellenzék nem jött el az ülésre? Se az MSZP, se a jobbikos tagok. Ön ezt hogy értékel egy ilyen jelölésnél? Én ezt úgy értékelem, hogy az MSZP már eleve nem volt hajlandó jelölni. A Jobbikot nem értem, mert a Jobbik egyik képviselője ellen volt. Én ezt a magatartást elfogadom. Erre én csak egy hordnyula mondatot tudok mondani, hogy tetszettek volna megnyerni a választását. Az, hogy most nem az ő akaratuk érvényesül, ezen én nem hiszem, hogy ilyen strusz politikával változtatni lehet. De mennyire számíthat ez így konszenzusos döntésnek egy ilyen jelölésnél, egy ilyen fontos jelölésnél? Elnézést kérek, a demokrácia arról szól, hogy a többség diktatúrája kisebbség fölött. Kétharmados döntéssel született ez a döntés. Ide kellett volna jönni, és el kellett volna mondani, hogy melyik jelölt ellen mi a kifogás. Nem történt meg. Az a kérdés, az, amit a DK tagja, a független képviselő föltett, az egy bizottsági meghallgatáshoz méltatlan kérdés volt, azért mondtam meg a szót. Nem igen, egy ellenzéki képviselő eljött, miért tartja ezt méltatlannak, vagy sértőnek ezeket a azt kérdéseket? Azt a kérdést, hogy szembe tud-e nézni a lelki ismeretével, hogy? Hát ezt a kérdést nem lehet föltenni egy jelöltnek. Kérdezze meg a jelöltől, hogy hány éve dolgozik a szakmába, milyen jogi munkát végzett. Ilyen kérdéseket kell föltenni egy jelöltkéti meghallgatáson. Nem azt kell megkérdezni, nem szégyeli magát, hogy elvállalta a jelöltséget, mert tulajdonképpen ez volt. Ezt a kérdést ezen a bizottságon nem lehet föltenni. Elnök, jó? Köszönöm szépen.